Az emberölések magas száma a rendőri erőszak és a hatóságok tétlensége ellen tiltakozó nők csoportja dobálta meg kövekkel a főügyészség épületét a mexikói fővárosban. A mostani demonstrációt azután szervezték, hogy emberjogi szervezetek beszámolója szerint hétfőn tüntetők közélődt a rendőrség Cancún városában. A lövésektől többen megsérültek. A Cancuni demonstráció előzménye az volt, hogy egy 20 éves lány holtestére bukkantak a Jukatán félsziget csúcsán fekvő tengerparti városban. Mexikóban tavaly több mint 3800 nőt gyilkoltak meg. Egy mexikóvárosi emberjogi aktivista négy éve térképen jelöli a gyilkosságokat. Elmondása szerint a nők ellen elkövetett emberülések száma jelentősen nőtt az évek alatt. 2016-ban naponta átlagosan hat nőt gyilkoltak meg, mostanra ez a szám meghaladta a tizet.